Kegyelemi, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva a 89. Zsoltárunk első versét. 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Oh,
mi segítségünk is Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése Istentől jöjjön, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassátok, kedves testvérek, miképpen szól hozzánk Isten igéje, úgy, ahogy a írva található mai Ószövetségi Ügyeszakaszunkban, Királyok második könyve 17. fejezetében, a 17. fejezet válogatott versében. Míg a megnevezett helyről Isten igéjét olvasom, az helyünket elfoglalva, itt szemben valósítom. Királyok második könyve 17. fejezetéből így szól az ige. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolt a 3 évig. Hósea uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izrael pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halakban, és a Hábornál, Gózán folyójánál, meg a Médek városában. Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai védkeztek Istenük az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, Egyiptom királyának, a fáraónak a hatalma alól. Más isteneket féltek, azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől, és azt tették, amit Izrael királya. Olyan dolgokat találtak ki Izrael fiai, amelyek nem voltak méltók Istenhez az Úrhoz. Áldozó halmokat építettek maguknak minden városban, az őrtornyoktól egészen megerősített városokig. Szent oszlopokat és szent fákat állítottak maguknak minden magas halmon és minden zöld erdő fa alatt. Ott töményeztek minden áldozó halmon, éppen úgy, mint azok a népek, amelyeket előttük hurcoltatott fogságba az Úr. És gonosz dolgokat követtek el, bosszantva az Urat, bárványokat tiszteltek, pedig megmondta nekik az Úr, hogy ne tegyék. Igen, megharagudott ezért az Úr Izraelre, és eltávolította őket színe elől. Csak Júda törzse maradt meg. Bár Júda sem tartotta meg Istenének, az Úrnak a parancsolatait, hanem Izrael szokásai szerint élt úgy, ahogyan ott viselkedtek. Ezért az Úr megvetette Izrael minden leszármazottját, sanyargatta és fosztogató kezébe adta, végül pedig elvetette őket színéről. Mert elszakadt Izrael Dávid házától, és Jeroboám Nebát fián tették királyán. Jeroboám pedig eltérítette az Úrtól Izraelt, és nagy vétekbe vitte, és Izrael fiai elkövették mindazt a vétket, amit Jeroboám megtett, nem tértek el attól. Végül is az Úr eltávolította színe elől Izraelt, ahogyan megmondta szolgálja a proféták által, ezért került fogságba Izrael a maga földjéről, a Szíriába, mindenáig. Amen. Isten áldása legyen az igének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért tudjuk, hogy örökkévaló Istenünk, milyen nagy a te bölcsességed. Olyan jó olvasni a Szentírásból, hogy Izrael népe számára elmagyaráztad, azért szenvednek, azért kerültek fogságba, mert eltértek tőled. Elhagyták a hitet. Bocsáss meg, mi sokszor felteszik a kérdést, miért? Miért jutottam idáig? Mit tettem rosszul? Mit kellett volna másként tenni? És sokszor vakok vagyunk, meglátjuk, hogy hol rontottuk el. Bocsáss meg, hogy sokszor süketek vagyunk meghallani a te mutatásodat. Amikor rámutatsz valamire, amikor felhívod életünk egy-egy rossz döntésére, ami figyelmünket. Azért, hogy tanuljunk belőle, és akkor ezért másképpen tegyük. Olyan megdöbbentő volt ezt olvasni, ezért történt mindez Izraelnek. Mert nem hallgattak rá, nem figyeltek rá, nem tanultak a hibáinkból. Urunk, adj nekünk bölcsességet, tanuljunk a hibáinkból. Adj nekünk bölcsességet, hogy tanuljunk a világtörténelem nagy hibáinkból. Adj nekünk bölcsességet, Urunk, hogy az életünket
a te terveidhez igazítsuk, és a te akaratod szerint akarjunk élni, mert ez a boldog élet kulcsa. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te nem vetsz el bennünket a te színed elől. Még ma is tartok egyelem, még ma is kereshetjük Krisztust, még ma is jöhetünk bűnbánattal kegyelmedet, újjászülő szent lelkedet kérni. Még ma is kérhetjük, vigyázz népünkre, Európára, erre a világra. Te még ma is meghallgatsz bennünket. Így jöttünk a te színed elé, együtt a lelki testvérek gyülekezeti közösségében. Kérünk, hogy árazd meg szent lelkedet, hogy meghalljunk hangodat, megértsük akaratodat, és add vágyat, hogy csak téged kövessünk. Könyörülj rajtunk, bűnös gyermekeinek, hallgass meg imádságunkat, áld meg Isten tiszteletünket, légy velünk, Urunk. Amen. Az ige meghallgatására készülve a 89. Zsoltárunk 4. versét énekeljük, közben elbocsátjuk a gyermekeket, gyermekisten tiszteletre. Isten áldása legyen az ő alkalmunkon is, 89. Zsoltár 4. verset énekeljük. Boldog a nép, amely te néked örvend lesz. Istenünk ma is szól hozzánk, ezért olvasom az ő igéjét és lelke segítségünk hívásával. Hirdetni kívánom az ő üzenetét, úgy, hogy a írva található. Ma is Zsoltár szakaszunkban, a 33. Zsoltárban. 33. Zsoltár 10. versétől olvasom a fejezet végéig, míg a megnevezett helyről ezt az ige szakaszt és a üzenetét hirdetem, szerinket elfoglalva, tudod szemben hallgass. A 33. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéről látekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindjárt a szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt. Nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Úr a tanárja. Ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek az Úr Krisztusban, választás napja van.
talán nincs olyan ember, aki ezt nem tudná. Vártuk is már talán ezt a napot, hogy végre-végre legyen. Sok minden folyt talán országos szinten, de szerintem minden településen. Kampányi időszak jelöltjeihez méltó, vagy éppen kevésbé méltó csatározásokkal volt el a média. Mi kisvárosunk is felboldult. Plakátok sűrű erdejével nőtte be az utcákat, ígéretek nagy mondatok tömkelege állott felénk, és az ember már szeretnél kicsit megoldna a kedély, a légkör, újra embert látnánk a másikban, és újra tudnánk együtt építeni az országot, a várost. Az embernek döntenie kell, kire bízza az uniós, vagy éppen megyei, városi szinten az ügyeit, kiduház fel hatalommal, és a döntés az következményekkel jár. Nem lehet azt mondani, hogy fél év múlva, hogy visszamennénk kiralírozni, és akkor újat húznék be, amit szakítottunk, ahogyan mondja a mondás. De tudod már, hogyan döntesz? Ki marad, vagy ki megy? Eldöntötted már? A 33. Zsoltár szavait olvasva, kicsit olyan, mintha Isten igéje is választásra hívna bennünket. Választásra, lelki döntésre. Mintha Istennek a választási programját és ígéretét olvashatnánk a 33. Zsoltár szavában. Azt mondja az ige, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. És itt az ige egészen mélyre megy. Boldog az a nemzet. Boldog az a város, az a település, melyik? Mi talán mondhatnánk, hogy boldog az a város, akinek ez lesz majd a polgármester. Ezek lesznek a képviselői. Mondhatnánk is, talán mondják is. De tudunk ennél mélyebbre menni és azt mondani, hogy az a nép lesz boldog. Az a város lesz boldog. Az a család lesz boldog, aki nem csupán jó helyre észre, mert nem akarom azt elmagalatterizálni. Igenis fontos, ki van a kormányunknál. Igenis fontos, hogy látja az irányt, látja az utat, és arra fele megyen. Figyel a többiekre, együtt megyünk-e. Mindez nagyon fontos, de elviszünk-e, hogy a boldogság egy népnek, egy nemzetnek a boldogsága mélyebbről fakad. A te családodnak a boldogsága mélyebbről fakad. Az a titok, hogy merünk-e ma Isten mellett dönteni, Istenre szavazni ma is, életünk minden napján, hogy boldog legyen népünk, boldog legyen a családod, boldog legyen az életed. Hogyan szavazunk Istenre? Tudjuk, hogy úgy szavazunk itt a földi világban, hogy bemegyünk egy fülkébe és behozzuk azt az ékszert. Amikor Isten választásra hív és azt mondja, hogy dönts mellettem, hogy boldog legyen egy nép, a nemzet, akkor tulajdonképpen úgy szavazok, hogy elfogadom Isten szeretetét. Azt a szeretetet, amelyet a Golgotán megmutatott számomra. Itt a földi világon ékszert teszek tintával, az Istennél pedig úgy fogadom el őt, hogy elfogadom, hogy Isten rám szavazott vérrel a kereszten, Krisztus vérével. Nem tollal, hanem szögekkel, az Isten fiának a vérével. Hogyan szavazol Istenre ma? Úgy, hogy tetteidben, cselekedeteidben meglátszik, melyik oldalon állsz. Isten oldalán, szeretet oldalán, tisztesség oldalán. Minden reggel úgy fel kell, Isten mellett döntök. A jó utat válaszol. Még akkor is, ha mások nem azon járnak. A becsületesség útját járnak, még akkor is, ha mások nem azt járják. Én szavazok a tiszta, igaz beszéd mellett, még akkor is, ha mások nem azt járják. Isten mellett dönteni. Ez a nagy lelki szavazás napja. És ez kell minden napon legyen, mi feladatunk. Isten döntésre hív. Boldog az a nép, az a nemzet, amelynek Isten az Úr. Ebben kell minden napon, de a mai vasárnapon is megerősödni. És mivel bíztat bennünket Isten? Úgy, ahogy itt a földi világban a jelölteknek van egy választási programja, úgy Istennek is van egy választási programja.
mit ígér és lesz számunkra, ha mellette döntünk. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Isten ezt ígéri, hogy az ő terve valóra válik. Tervekből, elgondolásokból ma is akad bőven, ígéretekkel mondásokszor a padlásunk, néha elővesznek régi terveket, leporoljuk, újra mondjuk, majd visszatesszük. Hányszor érjük mi is így az életünket? Vannak terveink, amiket újra és újra előveszünk, és azt mondjuk, na ezt megvalósítom. Na most folyóra lesz. Na most többet pihenek. Na most leteszem a cigit. Most kevesebbet dolgozok, és többet veszek a családdal. Nagy tervek, nagy elgondolások. Minden év elején, nagy évközben, vagy születésnapkor előveszünk, leporoljuk, és azt mondjuk, na most. Most oda teszem magam. Tervekkel van tele a városoknak, falvaknak a padlása, de talán a te életed is. De nem elég csupán egy terv, egy elgondolás, mert hiába akarjuk, sokszor nem valósul meg, vagy csak részben valósul meg. Mert igaz az a mondás, hogy ember tervez, és Isten végez. Nekünk sokszor csak egy terv marad, egy álom. De milyen jó, hogy Isten nem így álmodozik. Nem úgy álmodozott az Éden kertjében, amikor Ádám és Évának el kellett mennie, hogy de jó lenne, ha az újra az ember velem lehetne. Hanem Isten egy terve volt, menneltelen titeket. Visszahozza. És évezredeken keresztül senki nem tudta ezt a tervet felülírni. Jöhetett az asszíriai birodalom, jöhetett az egyiptomi birodalom, jöhetett a babiloni birodalom, jöhetett akármilyen diktatúra vagy akarat, az Isten tervét semmi nem tudta felülírni. Jöhetett Pilátus, jöhetett Kajafás, az Isten terve valóra vált. Az ember megváltatott, fiát adta értünk, hogy téged visszavezessen az édenkertbe, visszavezessen az Atyámhoz, visszavezessen az Istenhez. Az Isten terve valóra válik. Milyen jó, hogy nekünk egy ilyen Isten van, és egy ilyen Isten mellett dönthetünk. Hogy azt mondjuk, Uram, hány tervem csődöt mondott? A te terved valóra válik, és azt mondom, ez a terv valósuljon meg. A te akaratod, ne az enyém. Voltál már ilyen helyzetben, amikor el kellett engedned mindent, és azt mondani, hogy Uram, ha falat kaparom, akkor sem tudok mit tenni, rád bízom. Legyen, ahogy lehet, milyen kell. Ha úgy akarod, úgy lesz. Talán meséltem, volt nekünk is izgalmas életünk a teológián, az egyetemen, hát mint minden oktatási intézményben voltak munkus tanárok, amikor, hát, Bibliából ki ne tudna olyat kérdezni, amit nem tudok. Hát, ha megtanulnám szóról szóra, még akkor is lehet kérdezni, mert nem ugrik be az emberben. Hát, nagy kegyelmi pillanatok ezek. És volt többek között egy olyan tanár, hogy nagyon remettünk, hát az ember mindent megtett, persze. Szolgálatra készül az ember, nem veheti fél várról, olyan ez, mint egy kicsit, mint az orvos, ha bár nem is tudunk annyit, mint egy orvos, lelkeket gyógyítunk, emberi életre múlhatunk rajtunk, az ember mindent megtesz, mindent megtanul. De úgy álltam ott az amatónál, Uram, tudod mit, Uram, hogyha te úgy akarod, ez sikerülni fog. Ha te úgy akarod, hiába az a vérszonyos tanár van benne. Ha te Balázsba akarsz rá, egy gyülekezet élénak használni, hogy ez így fog sikerülni. És úgy sikerült. És kedves voltam. Izzadtam, de kedves voltam. Jót húztam, frappásot kérdezett, de sikerült. Mert az Isten úgy akarta. Mert az Isten terve, ha úgy akarja, akkor az úgy lesz. És megéltem ezt talán pár választás alkalmával. Uram, ó, el kell hagynom az egyetemet. Ahogy mennyasszony jelölt meg, még ott van, mi lesz, lecsapják kezemről, elcsámítják, mi lesz velem, ráadásul más helyen lakik, határon túl, hogy lehet így távolságban kapcsolatot építeni. Uram, azt fogod, ő legyen, akkor ő lesz. És Kármának ő lett. El kell szenvedni engem. Én nyertem, remélem ő is. Hányszor van az életben, hogy oda kell bízni. Megteszek mindent, Uram.
Ha az a terve nem írja át semmi, pénz, hatalom, orvosi diagnózis, emberi akarat, emberi szándék, semmi, mert ha te azt akarod, akkor az úgy lesz. És az Isten úgy akarta. A halál sem győzhette le az ő akaratát, és Krisztus feltámadt a halálból. És most a jelenések könyvét olvasva azt látjuk, hogy a gonosz bármi fog tombolni a végidőben, aminek most érjük az időszakát. A sátány, szedi az áldozatát, természeti katasztrófák, háborúk, járványok, de mit olvasunk pont a jelenések könyvének a mai igéjében? A bármi győzedelmeskedni fog. Elmúlik minden, megremeg az ég. Az elemek szétválnak, de bárány győzedelmeskedni fog a káosz felett. Szavazz ma is Istenre, gyönts ma is, és minden napon ő mellette, mert az ő terve válik valóra, nem a tiéd, nem a másiké, nem a hangosabbé, nem az erőszakosabbé, nem a vézesebbé, az Istené. Isten választási programjának a másik pontja így hangzik: letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a Föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettüket. Isten mit ígér, ha rám szavazol, mellettem döntesz, akkor mindig a szemem előtt leszel. Mindig Isten szem előtt vagy. Milyen szomorú, ha esetleg úgy érezzük, hogy választás idején mindig szem elé kerülünk, és talán néha úgy érezzük, hogy utána meg háttérbe. Néha talán úgy érezheti az ember, hogy egy darabig kell az ember, mint döntünk, és utána talán háttérbe szorulunk. Munkahelyen, amikor döntenünk kell, meg kell erősítenünk valakit egy pozícióban, vagy települési szinten. Milyen jó, hogy az Isten azt mondja, te soha nem kerülsz hátulni, a szemem előtt vagy. Minden döntést az Isten úgy hoz meg, hogy téged szem előtt tart. Amikor látjuk a háborút, látunk járványt, azt mondjuk, Uram, nem látod ezt? Amikor látjuk szeretünket gyengülni, utolsókat rúgni, akkor azt mondjuk, Uram, nem látod ezt? Amikor látjuk elfogyó pénztárcánkat, panaszkodó gyermekeinket, elköltöző unokáinkat az országból, akkor azt mondjuk, Uram, nem látod ezt? Miré jut Európa? Mivé jut Magyarország? Te nem látod, mivé leszek én magam is? Nem látod, hogy egyedül vagyok, mert elveszítettem, aki nekem fontos? Elhiszed, amit Isten mond, te mindig szem előtt vagy. Nem kerülsz Isten háta mögé. Ő minden döntését úgy hozza meg, hogy tudja, ez milyen következményekkel jár a te életedben. Ő mindig annyi terhet, amennyit el tudsz viselni, annyi kísértésbe vezet be, ahonnan ki is tud vezetni. Annyi fájdalmat ad, hogy utána elegedben mosoljon és örömmel ajándékozzon meg. Rád nézve dönt és vezet mélységben, magasságban. Isten szeme előtt vagy. Merj rászavazni. Merj ma is mellette dönteni. És minden szeme előtt vagy. A szívedig lát, azt olvasok a Zsoltárban. Tudja, mi van benned. A szívek, a lelkek, a testük vizsgálója ő. Krisztus szeme előtt vagy. Felment érted a mennybe, és lelke által vele van minden napon a világ végezetéig. Nem akar a szeme előtt éveszteni, sőt a szeme előtt akar tudni majd a mennyországban is, hogy ott legyél vele, hogy ne csak ő lásson téged, hanem te is lásd őt. És Isten választási programjának a harmadik pontja így hangzik: nem a nagysereg segíti győzelemmel a királyt, nem a nagy erő menti meg a hős, csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejű nem menti meg, de az Úr szeme ügyel az Isten férjükre, akik szeretetében bíznak, megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.
Istennek a harmadik útja ez. Szavaz rám, szavaz Krisztusra, a Golgotára, mert ő ment meg. Nincs más megoldás. Nincs B-verzió. Isten néha mindig otthonította el, hogy több lovat ült meg egy fenékkel. Több vasat tartott a tűzbe egyszerre, és megégette magát, ahogyan a királyi könyvében hallottuk. Átvette a kánaáni népek szokásait, azokat is imádta, meg Istent is imádta, de teljes szívvel egyiket sem. Kevésnek gondolták Isten hatalmát. Úgy gondolták, Isten nem olyan divatos, mint ezek a kánaáni istenségek. Mert ott Isten az olyan egyszerű. Ők meg is tudjuk, hogy néz ki. Ez a bigasz kor, tudjuk milyen. Bízol az Istenben, még ha olyan egyszerűnek is tűnik. Olyan egyszerű a templom, olyan egyszerű a Biblia, olyan egyszerű a 10 parancsolatnak azok az egyszerű, józan parancsolatai. De hiszed-e, hogy ezek mentenek meg? Megmentenek attól, hogy háborúskodj a szomszéddal, a munkatársaddal, a szüleiddel, a gyermekeddel. Ezek a józan, egyszerű tanácsok, amihez őseink is igazították az életüket, ezek mentenek meg téged, hogy egymás farkasai legyünk. Ezek mentenek meg, hogy életedet, népünket ne a szakadék felé vezessük. Ő ment meg. Csalódik, aki a lovaktól vár segítséget, a nagy erejükben bízik. Azok nem mentenek meg, de az Úr igen. Krisztus megment. Utána nyújt, mint Péternek, amikor süllyed a vizen. Utána nyújt, mint Lázárnak, amikor azt mondja, gyere ki Lázár, jöjj ki, bár negyed napja halott vagy, de gyere ki a sírból. Utána nyúl a halálba, visszaalakítja a sejtjeit, hogy ne egy bomló múmia jöjjön ki, hanem egy épkézláb ember. Utána nyúl Krisztus, szép bomló életed után. Szétbomló házasság után, hét szétbomló reménységed után, utána nyúl az Isten, és azt mondja, van jövő. És utána nyúl városunknak is hisszük. Hisszük, hogy utána nyúl, és azt mondja, lesz jövő. Lesz még, aki betöltse kis a Vasvári utcáját. Lesz még, aki betöltse az iskolákat, óvodákat. Reménykedjük, hogy lesz még, aki betölti ezt a templomot. Lesz még, aki gyönyörködik a fehér színben, lesz még, aki gyönyörködik és élvezi Vasváron útvizét, lesz még itt jövő, reménykedjünk az Úr után nyúl. Ha mellette döntünk és hívjuk, jöjj Uram, legyen boldog életünk, boldog városunk. Micsoda programja van az Istennek? Ő ment meg, ő lát téged, és az ő terve valóra válik. És a Zsoltár írója leadja a szavazatát. Lelkünk az Urat várni, ő a mi segítségünk is pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. A Zsoltáros leadta a szavazatát, Isten mellett döntött. Lelkem az Urat várni. Ez a legnagyobb szavazás. Azt mondom, várok rád, Uram. Így döntesz Isten mellett, hogy azt mondod, rád várok. Fogom a kezét szerettemnek, a beteg ágyon, és rád várok, Uram. Fogom a pénztárcámat, és azt mondom, rád várok, Uram. Fogom gyermekemet, unokámat, és azt mondom, rád várok, Uram, és megvégítsz lennünket. És szeretetettel körbe veszel minket. Rád várok, Uram. Ez a mi döntésünk. És ez legyen a mi döntésünk is a mai napon. Bárhogy alakuljon a mai önkormányzati uniós választás, mi mondjuk ezt, Urunk szereteted, maradjon velünk. Adjunk bölcsességet a megválasztottaknak, majd az Isten, békét a választóknak, és Isten szeretete pedig maradjon velünk, amely egy biztonsági öv. Az előtt a káló útsorra. Így legyen. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva a 628-ra dicséretünk első verse énekeljük. 628. dicséretünk első verse. Áldunk hatalmak oltalmába lejtve,
és a vágunk végén mindaz. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy vannak tedre kész emberek ebben a városban, és akik tenni akarnak a városért, akik látják és hiszik a város jövőjét, és akarják azt. Köszönjük Istenünk, hogy neked is van egy programod, mert nem csak ebben a városban akarsz bennünket boldognak látni, hanem azt akarod, hogy egész életünkben boldogak legyünk, boldog legyen a mi nemzetünk, és boldogunk legyünk majd ott nálad a mennyei Jeruzsálemben, a mennyei városban. Ehhez azt kell, hogy tudjunk jól szavazni, rád szavazni, mellette dönteni minden napon. Téged hívni, téged várni, téged követni, és elfogadni a te kegyelmedet. Azt, amit Krisztusban adtál nekünk, amely ma is megtisztít, amely ma is helyreállít, amely ma is meggyógyít, amely ma is erőt ad nekünk. Hálásak vagyunk Istenünk, hogy a te programod az emegyüle sufi. Köszönjük, hogy te a terveidet valóra váltod. Köszönjük, hogy te vagy a mi megmentésünk. Nálad van az igazi segítség. És köszönjük, hogy nem csak addig tartasz bennünket a szemed előtt, amíg imádunk téged, amíg adni tudunk neked valamit, és utána a hátad mögé idolsz bennünket, hanem köszönjük, hogy te mindig hű maradsz, ami az énekben énekeltünk. Minden egyes döntésedet úgy hozol benne a világra nézve, hogy az end a legjobb legyen. Mert mi hiszük, hogy még a fájdalom is, még a próba is javunkat szolgálja. Urunk, rád várunk, téged várunk. Ez a mi szavazatunk, ez a mi melletted való döntésünk. Rád várunk, hogy jöjj. Városunkba, adj ébredés, megújulás. Várunk téged országunkban. Adj tisztán látást, bölcsességet, szeretetet. Várunk Európában. Adj józanságot. Áld meg a mostani és a megválasztásra kerülő vezetőket is. Bárhogyan alakulnak a döntések. Kérünk, hogy olyan emberek kerüljenek az élre, akik szívükön hordozzák népünk sorsát. Akik nem rossz felé irányítják, önös érdekek vezérelve. Urunk, add, hogy keresztény hitünk ma is mint zászló lobogjon, és utat mutasson vezetőknek, és vezessen békére, józanságra, hitre, szeretetre, igazságra. Kérünk, így tartsd kezedben, Tiszaposvári népedet is, hálásan vagyunk a gyülekezetért, az itt szolgálatot teljesítőkért, presbiter testvérekért, gyülekezeti tagokért. Köszönjük, hogy ma is megállhatunk előtted, és mielőtt vagy miután szavaztunk, melletted dönthetünk. Kérünk, Urunk, hogy kísérj bennünket, maradjon velünk szereteted, mert mi is szent nevedben bízunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetést. Kérdem a testvéreknek hálás szíve, hogy az elmúlt napokban Isten dicsőségére az alábbi adományok érkeztek. Isten dicsőségére 2x10,000 forint kerítés felújítására 4,000 forint, és a nyári gyermekét támogatására 5,000 forint, illetve 100,000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adakozó kedvenc testvérek életén és szeretteik életén is. Buzdítom a testvéreket, hogy éljünk állampolgári jogunkkal, illetve kötelességünkkel, kiki hite és meglátása alapján döntsünk, szavazzunk, jelöltje mellett, és döntsünk az Úristen mellett. Kérdezem, hogy jövő hét vasárnap egy rendhagyó alkalom lehetünk, együtt gyülekezeti napot tartunk, a megszokott időben hívogat majd a 3:30-re, de már korábban gyülekezünk, és jönnek majd szolgálókész testvérek, hogy előkészítsük a napot. Ugyanis ezen a gyülekezeti napon dr. Csókai András nemzetközi hírű orvosi megsebész érkezik majd közénk, és ő fog bizonyságot tenni. Ez a katolikus, római katolikus vallású doktor úr Jézus derűjével a megpróbáltatásokban ezzel a címmel fog bizonságot tenni, vetetett képes beugratódni a gyülekezetünkbe. Hordozott imádságban az ő és felesége érkezését, és fogadjuk őt nagy-nagy szeretettel. Állítok lesz egy kis éneklés, illetve a gyermekeknek gyermekisten tisztelet, majd pedig közös ebédre hívjuk a kedves testvéreket, Kispecsi Zoltán vállalata, hogy a pincetbőrtölt el, készül majd, illetve Erzsége Némnek a legendás hírű salátájával fogjuk majd hígítani ezt a pincetbőrköltet. Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Majd pedig ebéd után Arató Attila testvérünk fog íjász bemutatót tartani, és szeretettel várunk a jelentkezőjét, akinek a fejére lelőheti az almát, azt tegye fel a kezét, ez csak a vicc helyett, nincsen vállalkozó rá, de biztosan izgalmas lesz, és szeretettel köszönjük meg innen is, hogy szolgál közöttünk. A szervezés kedvéért hirdetem, hogy olyan 9 óra környékén már jöhet 2-3 asszony testvére esélyeinknek a salátát előkészíteni, illetve 9 óra körül várjuk a férfi testvérek is, hogy a sátrakat addigra kipakoljuk, áttöröljük, felkészítsük a nap programjára. Szeretettel hívunk és várunk már reggeltől testvéreket, asszony testvéreket, férfi testvéreket, és kérem, hogy jöjjünk el az alkalomra, őzünk, és nem meneküljünk el, amikor azt mondjuk, hogy tessenek bejönni ebédre, hanem igenis, szálljuk oda azt a kis fogát, vegyünk együtt, és éljünk ennek a lehetőségével. Hirdetem, hogy Katona Béla tiszteletes úr imádságos könyvéreményén fel lehet iratkozni, 3600 forint, így utólag is elküldi dedikálom, hogyha valaki szeretné, és azt kérem, hogy aki feliratkozott, azt jelezze már és írja oda a táblázatból, hogy kinek dedikálja. Mert lehet, hogy feliratkozott magának, nem magának kell, mert már esetleg ő vett, de a unokának, akkor írjuk már oda, hogy kinek dedikálja, és akkor így fogom leadni tiszteletes úrnak a rendelést, és akkor minél hamarabb majd kezdődre lehetjük, és elajándékozhatjuk, akinek szeretnénk. Június 24 és 28 között tartjuk a nyári gyermekhetet, szorgalmatosan a református iskolában, erre is szeretettel fogadunk pénzbeli adományt is, illetve, hogyha két asszony testvér naponta várom egy kis segítséget. Most ott a konyhán elő fogják készíteni az ebédet, de a hannosiban a szőröket segít előkészíteni, vagy ott a tárolásban esetleg, most nem olyan kemény, merejtékes munka lesz, mint az elmúlt években, asszony testvérekkel le akarapban, hogy évről évről hűségesen helytáltuk ebben, most ebben egy kicsit könnyíteni, de hogyha valaki szívesen szolgálna így is, hogy akár a gyerekek között a rajzok kiosztásában, vagy a rossini asztalra helyezésében, vagy ami adódik, szívesen fogadjuk. Egy táblázatot tettem ki a lelkészi hivatalba, naponta két asszony testvér szerintem elég, de ha több jön, kevesebb, azt is szeretettel fogadjuk. Istenünk legyen ezért is a dicsőség.
Az Úr legyen életünknek őrző, megtartó, kegyelmes pásztora. A 628. dicséretünket énekeljük a második versétől. 628. dicséretünket énekeljük a második versétől, hogy gyötri bántja szívünket a végig, és múltnak útnak te ránk szokod. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyoghassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet.